Megérkeztünk Bódvalenkére, a Mi Hazánk mozgalom tagjaival, ahol a napokban egy brutális gyilkosság történt. Egy idős néninek elvágták a torkát. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen újra megismétlődött az, ami egyébként néhány évvel ezelőtt Sájban, és azt látjuk, hogy bizony ma Magyarországon nagyon sok olyan település van, ahol bizony az idős embereknek félniük kell, a magyar állam képtelen őket megvédeni. Itt most beszélgetve az emberekkel, az kiderült, hogy egy idős, tisztességes magyar állampolgárról van szó, aki a áldozat, és az is kiderült bizony, hogy az emberek elmondták, hogy félnek, sőt nem csak itt, hanem bizony a környező településeken is. Éppen ezért elvárjuk azt, hogy a rendőrség minél hamarabb kézre kerítse a tettest, és ezt követően az méltó büntetést kapjon, annak érdekében, hogy végre legyen megfelelő visszatartó erő, annak érdekében, hogy ma Magyarországon ne kelljen rettegnie a tisztességes embereknek, akik egy életet ledolgoztak, és akiknek ne az legyen a sorsuk, hogy nyugdíjas korukban valaki megöli őket, hanem igen, tisztességes kort tudjanak megélni. Ahogy Pakusz a Zoltán is a Mi Hazánk mozgalom alelnöke az előbb említette, hogy rettegésben élnek az idős emberek, ezen kívül felháborítónak tartom, hogy itt ez a tájegység egyre jobban kiürül, és a magyar lakosság majdhogy nem menekül egy délebre, ugye a városokba, mikor meglátásom szerint itt ezt a vidéket fel lehetne virágoztatni akár turizmussal is, vagy a mezőgazdaság felélénkítésével is nagyon előre lehetne vinni ezt a környéket, és ugye a munkalehetőségeket is meg lehetne emelni. De az ilyen bűncselekményekkel, hogy hidegvérrel meggyilkolnak idős embereket, vagy bárki mást, ez ugye egyrészt már visszatartó erő, hogy a magyar családok is itt maradjanak. Az nem lehet megoldás, hogy folyamatosan mi meneküljünk el, mindenféleképpen itt rendet kéne tenni, hogy minél több magyar család tudjon biztonságosan ezen a környéken itt a jövőben is élni. Az, hogy 3 évvel a sályi gyilkosság után megismétlődhetett egy kísértetésen hasonló gyilkosság, az azt mutatja, hogy a mai napig nincs a törvénynek és a büntetéseknek elrettentő ereje ezekre az elkövetőkre. Pontosan jól látszik, hogy a Magyar Falu Programnak talán legfontosabb és nulladik lépésének kell annak lenni, hogy ezekben az apró falvakban bizony a közbiztonságot helyreállítsuk.